Nem maradtak el a gólok azon a jégkorong szupermini bemutatón, amelyet a Csapatomkori Klub kis sportolói tartottak január 22-én a Paksi műjégpályán. A Magyar Jégkorong Szövetség 2016-ban döntött úgy, hogy országos rendezvénysorozatot indít, amelyen mindenki korcsolyát húzhat. Ez az Allianz jégpályák éjszakája, amelyhez a Paksi Kori Klub is csatlakozott. A szupermini bemutatót jégvetélkedő, kapura lövő verseny követte. A jégkorcsolya nagy népszerűségnek örvend Pakson. 5 éve, mikor kezdtük, 8 gyerekkel kezdtük, most közel 70 gyerek jár korcsolyázni, és abból 10 igazolt játékosunk van. Hogyan tudtok készülni, és jártok esetleg mérkőzésekre már? Mérkőzésekre még nem tudunk járni, mert nálunk itt nagyon kevés a jégidő, sokkal-sokkal többet kellene edzene. Kozman György, többszörös világ- és Európa-bajnok, kétszeres olimpiai bronzérmes kenus is a Kori Klub mellé állt. Látható az az érdeklődés, meg az igény, ami a jégnek a itt létét megalapozza, az, hogy bármilyen formában ugye a paksi gyerekek, fiatalok, vagy felnőttek, vagy szülők, legyen az bárki, a jégen bármiféle tevékenységet folytasson. Erre van igény, szeretik nagyon, és hogyha erre bármilyen mód van, mint például a mai megmozdulás, ami a éjszakába is belenyúlik, egy izgalmas, érdekes történet, ez mindenféleképpen támogatandó. A szupermini mérkőzés egyik résztvevője Balog László volt, aki nagyon jó csapatjátéknak tartja a jégkorongot. Szeretek korcsolyázni, meg már régóta korcsolyázok. Mióta korcsolyázol? Úgy 4 évesen kezdtem el. Hogy értékeled, milyen volt ez a mai meccs? Jó, fárasztó. Ki nyert? A pirosak. Séfer Miksa elmondása szerint mindent beleadott a mérkőzésen, és azt is elárulta, miért jó korcsolyázni. Majdnem tudtam sok gólt szerezni a csapatomnak, de mindig a picivel elment meg. Azért sokan voltunk. Nagyon olyan megkönnyítő érzés, hogy csak így siklassz a jégen. Bárki megtapasztalhatta ezt az érzést szombat délután, hiszen a műjégpálya a versenyektől biztonságosan elkerített részen a nagy közönség számára is nyitva állt. A jó hangulatról DJ Gico gondoskodott, a pálya mellett forró teát, lángost és kürtös kalácsot árultak. A rendezvény, amelyet tombola sorsolással is összekötöttek, késő estig tartott.